Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén, kedves testvérek, itt a templomban vagy odahaza a képernyők előtt 168. dicséretünk első és második versét énekeljük. A 168. énekünk első verse így kezdődik: Ó Atya Isten, irgalmas nagy Úr! Áldás, békesség, szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket itt a templomban és odahaza a képernyők előtt. Foglaljunk helyet, és így folytassuk tovább Istenünk dicsőítését énekszóval. A 299. dicséretünk első négy versét fogjuk énekelni. A 299. énekünk első négy versét, az első vers így kezdődik: Jézus hív, bár zúg morajlik életünk vad tengere. Thank you.
A mi segítségünk és a mi Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart, és ma is bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, szeretett testvéreim, Istennek igéjét úgy, amint írva találhatjuk azt a Lukács írása szerinti evangélium 5. fejezetében, az 5. rész első 11 versében a következőképpen. Amikor egyszer a sokaság Jézushoz tódult és hallgatta Isten igéjét, ő a Genezáreti tó partján állt. Meglátott két hajót, amely a part mentén vesztegelt. A halászok éppen kiszálltak belőlük, és hálóikat mosták. Beszállt az egyik hajóba, amelyik Simoné volt, és megkérte, hogy vigye őt egy kissé beljebb a parttól, azután leült, és a hajóból tanította a sokaságot. Miután abba hagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak: evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. Simon így felelt: Mester, egész éjszaka fáradoztunk ugyan, mégsem fogtunk semmit, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat. Amikor ezt megtették, olyan sok halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóik. Ezért intettek társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. Azok pedig odamentek, és annyira megtöltötték mind a két hajót, hogy majdnem elsüllyedtek. Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, és így szólt: menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram. A halfogás miatt ugyanis nagy félelem fogta el őt és mindazokat, akik vele voltak, de ugyanígy Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait, akik Simon társai voltak. Jézus akkor így szólt Simonhoz: ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Erre kivonták a hajókat a partra, és mindent ott hagyva követték őt. A Szentlélek Isten tegye áldottá az ő szavának a hallgatását, a szívünk befogadását, a megtartását, hogy általa sok gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Jöjjetek testvérek, és ezért emeljük fel most a szívünket Istenhez, imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy ahogyan egykoron ott a Genezáreti tó partján, azon a különös reggelen oda léptél Simon Péter csónakjához, úgy jössz most is közel hozzánk, és szeretnél közel lépni a mi szívünkhöz, életünkhöz, szeretnél a részesévé lenni annak. Áldunk téged, Urunk, hogy nem azt nézed, hogy mi milyen lelki, vagy fizikai, vagy idegi állapotban vagyunk, hanem azt nézed, hogy milyen nagy szükségünk van rád. Köszönjük neked azt, hogy akkor is, hogyha mi ezt nem ismerjük föl önmagunkban, akkor is, hogyha próbáljuk elhitetni magunkkal, hogy velünk minden rendben van, de akkor is tudod, hogy nélküled mi semmit sem cselekedhetünk. Tudod azt, hogy semmi olyat nem tudunk tenni, amely az egy igaz, szent és bűngyűlölő Isten mércéje szerint megállna, ami elég lenne ahhoz, hogy ő bennünket igaznak nyilvánítson és üdvözítsen. Tudunk, Urunk, mi emberileg nézve talán sok jót tenni, és igyekszünk is néha, de nem tudjuk elérni azt a mércét, hogy magunkat előtted tisztává tegyük. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy az a te ígédnek az üzenete, hogy ezen nem is kell erőlködnünk. Mert nem mi tudjuk magunkat megtisztítani, méltóvá tenni a veled való találkozásra, hanem egyedül a te golgotai áldozatod képes erre. Köszönjük, hogy a te véred, amely ott értünk is kiontatott, azt tisztít meg bennünket minden bűntől és hamisságtól. És köszönjük, hogy aki ebben hisz, annak örök élete és üdvössége van, hiszen ezt te kijelentetted nekünk. Urunk, tudod, hogy most is milyen lelki, fizikai állapotban vagyunk jelen. Talán sok feladat, gond, teher nyomja a vállunkat, talán éppen olyan üres a szívünk, mint amilyen üres volt Péterék hálója azon a reggelen. Talán éppen úgy van bennünk kétség, keserűség, csalódottság, mint ahogy ők érezték akkor magukat, mégis köszönjük, hogy jössz közel a te szavadon keresztül hozzánk. Urunk, kérünk, hogy hadd ne legyen a szívünk hideg kő, hadd ne pattanjon vissza rólunk most a te bennünket kereső, gyógyító, éltető szavad.
Kérünk, hogy szent lelked által tedd a mi lelkünket, egész valónkat nyitottál te igéd előtt, hogy befogadhassuk azt. Mert a te igéd ma is igazság, a te igéd ma is életet teremtő erő. Ezért könyörgünk hozzád, szólj hozzánk, Urunk, és gyógyíts meg minket, vigasztalj meg minket, tanácsolj bennünket, figyelmeztess bennünket. Add nekünk azt, amire tőled való módon szükségünk van. Amen. Az ige hirdetés meghallására készülve a korábban megkezdett 168. dicséretünk 3. és 4. versét énekeljük, testvérek. A 168. dicséretünk 3. verse így kezdődik: nagy jóságodra méltók nem vagyunk. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján az ő lelkét segítségül hívva szeretném az ő üzenetét hirdetni ma közöttetek, írva található a már előbb is felolvasott bibliai igeszakaszban, Lukács evangéliuma 5. részében. Ismét olvasom annak a 10. versét, annak is a 2. részét. Jézus akkor így szólt Simonhoz: ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Foglaljunk helyet. Két hete kezdtünk bele abba a sorozatunkba, kedves testvérek, kedves gyülekezet, amelyet még tavaly a nyári táborunkban szerettünk volna megtartani, amely a legismertebb tanítvány Péter bibliai történetein keresztül részletesen is elég tárja a tanítványjá válás, a Jézus és az ő népe, valamint a szolgálat iránti elköteleződés folyamatát. Két hete arról volt szó, hogy Jézus ismerte Pétert már azelőtt, mielőtt a testvére András bemutatta volna neki. Hiszen tudta a nevét, Simon, tudta, hogy kinek a gyermeke, Jóna fia, hiszen Isten fiaként ő teremtett bennünket, ezért mindent tud róla. Azt is hallottuk, hogy elfogadta őt, hiszen kedvesen szóba állt vele, de az is kiderült ebből az első találkozásból, hogy Simon úgy, ahogy volt, nem volt alkalmas arra a nagy célra, a feladatra, amire őt Isten a későbbiekben használni akarta. Ezért kellett Jézusnak kijelentenie, hogy Kéfásnak, azaz Kősziklának, Péternek fogják majd nevezni. Mert Jézus mindig belénk látja azt, akivé általa válhatunk, ha engedünk az ő hívásának. Múlt vasárnap épp erről volt szó, arról, hogy a Jézusnak való engedelmesség nélkül nincs igazi, valódi kereszténység. Hallottuk, hogy amikor Jézus meglátta a genezáreti tó partján halászó két testvérpárt, Andrást és Simont, valamint Jakabot és Jánost, az Zebedeus fiait, elhívta őket, azok pedig azonnal otthagyták a hálóikat és elkezdték követni őt. A mai történet, amit Lukács evangéliumából az imént felolvastam, nem más, testvérek, mint ennek a múltkor hallott történetünk egy részletesebb változata.
Hiszen nyilván nem kétszer mondta nekik Jézus, hogy emberhalászra teszi őket, és nyilván nem kétszer hagyták ott a hálóikat a tóparton, és kezdtek el mindent hátrahagyva Jézus követőivé lenni. Mint ahogy az is egyértelmű, hogy a folytatásban akármelyik evangéliumot olvasott Péter és társai innentől kezdve szoros életközösségben voltak együtt Jézussal. Nem kell nekünk fennakadnunk ezen testvérek, inkább örüljünk annak, hogy ugyanazt a történetet most egy részletesebb, a Péterben lezajló lelki folyamatokat alaposabban bemutató változatban is megismerhetjük. Lukács leírása amúgy is olyan szemléletes, annyira érzékletes, hogy úgy érezhetjük magunkat, ha figyeltünk az igére, mintha csak ott ülnénk Péterrel együtt abban a bizonyos csónakban. És tudjátok, mint testvérek, tegyük most ezt. Képzeljük magunkat Simon csónakjába, mi is ezen a mai Isten tiszteleten. Nos, ha így teszünk, akkor az események időrendje szerint három különböző napszakban lehetünk együtt velük. Három különböző napszakban lehetünk Péter és barátai társaivá. Az első, így mondom, hogy ez a kudarcos éjszaka. Maga Péter minősíti így Jézusnak az előző éjszakai munkájukat. Mester, egész éjszaka fárdoztunk, ugyan mégsem fogtunk semmit. Pedig valószínűleg mindent ugyanúgy csináltak, mint ahogy korábban is tették. Amikor a család már elaludt, tudjuk, hogy Péternek volt felesége, családja, felkeltek és kimentek a partra a csónakjaikhoz, elrendezték a lapátokat, a hálókat és beereztek a tó belseje felé. Abban a tikkasztó hőségben, ami azt a vidéket jellemzi, általában éjszaka halásztak, mert a halak nappal a mélyebb vízrétegekben vannak, és csak éjjel úsznak fel a felszín közelébe. A nappali halászatnak nem sok értelme volt, mert ilyenkor látszott a háló a vízben, másrészt a halak a hűvösebb, mélyebb rétegekbe húzódtak nappal vissza. Ez alkalommal azonban minden erőfeszítésük ellenére sem fogtak, egyetlen árva halat sem, egész éjjel. Pedig a genezáreti tó igencsak gazdag volt akkor is halakban. Különös egy éjszakai műszak volt ez. Micsoda pehjük volt szegény Péterének. Egy halacska sincs a hálóban, csak a hínnál, a moszat, meg az algák. Hogy lehet ez? Pedig ők mindent megpróbáltak. Egész éjszaka fáradoztunk. Milyen keserűen, milyen csalódottan hangzik ez a félmondat Simon szájából. Ugye nem is kell megkérdeznem, testvérek, hogy ismerőse nekünk a kudarcoknak ez az éjszakája. Amikor mindent megpróbáltál is, mégsem sikerült. Amikor egész éjszaka, sőt hosszú napokon és éjjeleken keresztül tanultál a dolgozatra, a vizsgára, a felvételire készülve, és mégsem sikerült. Mikor egész éjszaka virrasztottál és imádkoztál egy nagybeteg családtagot ágya mellett, és reggelre mégis meghalt. Amikor ki tudja, milyen régóta imádkoztál vagy imádkozol egy rokonod, egy szeretted megtéréséért, és mégis úgy megy el, hogy nem vagy bizonyos afelől, hogy üdvözült. Amikor éjszakai műszakot, túlórát, másodállást vállaltál, hogy ti végre egyről a kettőre jussatok, de még mindig nyakig ültök az adósságban, miközben mások meg elhúztak mellettetek. Amikor hiába küzdöttél becsülettel a munkahelyeden éveken át, akár mások helyett is dolgozva, mégsem téged léptetnek elő, hanem azt, aki jobban el tudta magát adni a főnöknél. Ismerős? Vagy amikor, hadd legyek ennyire nyílt, egész éjszaka, sőt éjszakákon és éveken át próbálkoztatok a társadalmat, hogy végre összejöjjön az annyira várt, óhajtott gyermek, és minden hiába még mindig csak ketten vagytok. Vagy amikor egy lelkész éjnappal lát éve minden hitét, tudását, szorgalmát, akaraterejét adva rendbe, prédikál, tanít, lelki gondol, szervez, de a gyülekezet csak nem akar gyarapodni növekedni. Ó, milyen kiábrándítóak tudnak lenni a hajnak az ilyen kudarcos éjszakák után. Hogyan is így a Reményi Sándor Kegyelem című gyönyörű versében?
Először sírsz, azután átkozod. Aztán imádkozol. Aztán megfeszített körömszakadtig maradék erőd. Akarsz, eget ostromló akarattal, s a lehetetlenség konokfalán zúzott véresek koponyád. Azután elaljesz. S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. Utoljára is tompa kábulattal, szótalanul, gondolattalul mondod magadnak mindegy, mint hiába. A bűn, a betegség, a nyomorúság, a mindennapi szürke, szörnyű szürkeség töblöcéből nincsen menekvés. Ilyenkor szoktak súlyos kérdések megfogalmazódni az ember szívében. Miért nem sikerült? Miért csak nekem nem sikerült? Miért nem segített az Isten, pláne, ha még imádkoztam is hozzá? Ilyenkor még nem tudja az ember, hogy ezek a kudarcok, a tehetetlenségnek, a hiába valóságnak ezek az élményei, Isten drága ajándékai, amelyekkel önmagához tudja vonzani az amúgy vele sokszor mit sem törődő embert. Ha máskor nem, akkor néhány ugyanis ezeken a könnyes, keserű, eredménytelen éjszakákon kezdik el egyáltalán keresni őt, vagy legalábbis elkezdik megfogalmazni életük sorsdöntő, egzisztenciális kérdéseit. Miért vagyok ezen a világon? Mi értelme az életemnek? Mi lesz velem, ha holnap meghalok? Testvérek, a kudarcok sötét éjszakája azért kell, hogy az ember rádöbbenjen végre, hogy Isten nélkül semmit nem ér az életem. Hogy hiába minden szaktudás, tapasztalat, szorgalom, erőfeszítés, ha Jézus nincs a csónakunkban, úgy kell kikötnünk egyszer a túlsó parton, hogy nem fogtunk semmit. Tényleg, hadd kérdezze meg tőlünk Isten lelke, te hogyan készülsz oda a túlsó partra, amikor majd meg kell állni idő előtte? Van bármi, amit felmutathatsz, amire részt azt mutatod, hogy Uram, én ezt haláztam, ezt fogtam földi életemben, ezért erre nézve engedj engem be a te örök hajlékodban. Tudjátok, testvérek, mi az, amit mi ott egyáltalán felmutathatunk? Amire nézve kegyelmet, üdvösséget remélhetünk, amire hivatkozhatunk? A keresztlevelünk? A konfirmáció jelenéklapunk? Az ötös hittan dolgozatunk? Az egyház fenntartói járulékot igazoló nyugtánk? Nem, egyik sem. Egyes egyedül az, ha Jézus Krisztus ott áll majd mellettünk, és azt mondja, igen, atyám, ő az én testvérem, az én barátom, az én tanítványom, akiért én az én életemet adtam, és ezért tőled egy gyermeket. Ezt pedig azokról mondhatja el Jézus, akik nem álltak, vagy nem rekedtek meg ott, hogy úgyis kár a gőzért, minden hiába, nincs értelme semminek, hanem akik beengedték az életük hajójába őt. Akik a kudarcok éjszakáját követően, amikor megkereste őket a Mester, meghallották az ő szavaiban az Isten igéjét. És itt érkezünk el testvérek a második napszakhoz, a reggelhez. Amiről azt mondom, hogy ez a bizonytalanság reggele volt Péterék számára. Amilyen biztosak voltak eddig magukban, abban, hogy a szellemi és a fizikai erejükkel elérhetik a céljukat, képesek halat fogni, képesek eltartani a családjukat, képesek urrá lenni a természet felett, annyira elbizonytalanodtak most mindenben. Sok idejük azonban nem volt ezen morfondírozni, mivel a reggeli teendőket ugyanúgy el kellett látniuk, mintha tele lettek volna a hálóik. A hálókat meg kellett tisztítani a szeméttől, az eszközeiket elő kellett készíteni az újabb éjszakai műszakra, a csónakokat ki kellett kötni biztonságosan a partra. Olyan megragadó Lukács leírása, hiszen azt olvastuk, hogy a két hajó a part mentén vesztegelt, a halászok éppen kiszálltak belőlük, és hálóikat mosták. Egész akkori állapotoknak lehetne a jelképe ez a vesztegelés. A bizonytalanságnak, a magukra maradottságnak, a tétovaságnak, az összezavarodásnak, az értelmetlenné céltalanná vált életnek a szimbóluma ez. Amikor valaki így vesztegel. Most ekkor, ebben a helyzetben érkezik meg a partra Jézus nyomában a sokasággal, amely, ahogy hallottuk, hozzátódult, hogy hallgassa az Isten igéjét. Simon talán már messziről megismerte őt, hiszen már korábban is találkoztak, amikor András bemutatta őket egymásnak.
egymásnak. Jézus pedig a maga közvetlen, természetes módján belépett Péter csónakjába, sőt megkérte őt, hogy vigye egy kissé beljebb őt a parttól, hogy onnan taníthassa a tömeget. Ezután a különös éjszaka után még különösebben kezdődik az új nap, még furcsábban folytatódik a reggel a halászok számára. Tovább fokozódhatott ezzel bennük a bizonytalanság, a feszültség, a tétovaság érzése. Mit tegyen Péter? Ilyen nagy nyilvánosság előtt mégsem utasíthatja el Jézus egyszerű kérését. Ráadásul hálás is lehet neki, amiért nemrég meggyógyította az anyóság. Nincs mit tenni, megteszi, amit kér, és így kénytelen lesz végig hallgatni Jézus tanítását. Mindez tovább fokozhatta benne a bizonytalanságot. Meddig fog ezt tartani? Mikorra fog ő így hazaérni? Hogyan fogja tudni magát kipihenni, ha esetleg órákig Jézust kell itt hallgatnia? Talán nem járunk messze a valóságtól, a feltételező, hogy Péter ezen a reggelen prédikációra várjunk a legkevésbé. Mint ahogy mi sem arra várjunk, ha magunk kudarcai után mi valaki papoljon nekünk, vagy kis előadást tartsuk arról, hogy mit hibáztunk, netán erkölcsi kioktatásban, lelki fröccsben részesítsen minket. Minden esetre akkor is, ha Péter nem túl nagy lelkesedéssel engedelmeskedett Jézus kérésének, mégis abban hagyta a munkát, és beljebb bevezette egy kicsit. Mit volt mit tenni? Ő is ott ült mellette, miközben Jézus tanította a sokaságot. Testvérek, nem írja le a Biblia, hogy pontosan miről beszélt Jézus, nem is tudjuk, de feltételezhetjük, hogy mint máskor, most is az Isten országának örömhírét hirdette, még pedig tudjuk, nem úgy, mint az írástudók, hanem hatalommal és erővel. Különben nem jött volna már kora reggel, hatalmas tömeg után. Nehezen tudnám elképzelni, hogy Jézus ige hirdetésének, beszédének a hatása alól épp egy ilyen egyszerű, szegény halászember tudta volna kivonni magát. Egész biztos, hogyha eleinte tán csak kényszerítettel is, de később mégiscsak odafigyeltett arra, amit Jézus mondott. Egy idő után talán csodálattal teljes vonzalommal hallgathatta őt. Ült mellette a csónakban, hallotta a tanítását, látta a már lecsendesedett tömeget a parton, amint szinte itták Jézus szavait. Mindazt, ami később vele történt, meg kellett, hogy előzze ez a figyelem, hiszen később kifejezetten Jézus szavára hivatkozva teszi majd meg az értelmetlennek tűrő cselekedetet, délben kiveti a hálókat fogásra. De a te szavadra ezt fogja neki mondani, mert hallgatja most az ő szavát. Ugyanakkor azt hiszem, hogy nem csak saját magában a képességeiben bizonytalanodhatott el Péter ezen a reggel, hanem Jézus személyében is. Ki ez a különös, Názáretbe jött próféta, akire ennyien kíváncsiak már korra reggel? Már az is olyan furcsa volt, hogy a első találkozás akkor nevén nevezte, és aztán új nevet adott neki. Már akkor is megérzett valami különös erőt ebben az emberben. Arról nem is beszélve, hogy az anyósa lázas betegségét is puszta szavával gyógyította meg. Most is, ahogy hallgatja, valami eddig nem tapasztalt érzés járja át, amit nem nagyon tud hová tenni. Ki ez az ember? Ki ez a Jézus? Testvérek, amikor ez valakinek az őszinte kérdésévé lesz, akkor már nagyon közel van ahhoz, hogy választ is kapjon rá. Nem tudom, hogy neked támadtak-e már valaha ilyen kérdéseid a bizonytalanságok reggelei során. Egyáltalán átéltetem már, hogy a sikertelenségek, a kudarcok nem véletlenek voltak az életedben, hogy nem pehed volt, és azért nem fogtál semmit, hanem azért, hogy végre feltedd magadnak és Jézusnak az igazán fontos kérdéseket. És vajon megfogalmaztad-e már ezeket kíméletlen őszinteséggel, Isten és önmagad felé? Ugyanis ezek a negatív élmények és tapasztalatok eszközök annak az Istennek a kezében, aki szeret, és aki szeretne magához vonzani téged, hogy megajándékozhasson valami sokkal többel, mint amit a halászat jelképez, az emberhalászatra való elhívással. Ahhoz azonban, hogy kibillenthessed az önhítségednek, az egódnak, a magabiztosságodnak az egyensúlyából, amelyen látszólag olyan sikeresen felépítetted az életedet, ahhoz át kell élned ezeket a vereségeket, ezeket a fájdalmas éjszakákat. Testvérek, ezek nélkül az ember nem teszi fel a létfontosságú kérdéseket sem önmagának, sem Istennek. Ki vagyok én? Péter vagyok már? Kőszikla?
Vagy még Simon, a Jóna fia? Hová tart az életem? Mi dolgom van ezen a világon? Kicsoda számomra Jézus? Csak egy nagy zsidó tanító, egy valahaért csodatevő proféta? Vagy valóban ő az én megváltó, Uram és Istenem? Az önmagunkban, a gondosan felépített egzisztenciánkban, a biztosnak hitt életpályánkban való megingás, elbizonytalanodás nélkül egyszerűen elképzelhetetlen, kedves testvérek, a hitreítás, a megtérés, a Jézusban való új élet és üdvösség. Miért? Azért, mert amíg az ember önmagában, a tudásában, a tapasztalataiban, vagy a pénzben, a sikerben, a teli hálókban nézik, addig ezek a bálványai. Amíg ezektől és nem Istentől várja a boldogságát, addig nem lehet segíteni rajta. Amíg igaznak tartja magát Istenet, addig nem lehet a bűnbocsánatról beszélni vele. Amíg át nem éri egyszer úgy igazán, hogy mester egész éjszaka fáradozódja, mégsem tudtunk semmit. Addig mindig talál magának az ember valamilyen földi, emberi reménységet, szalmaszálat, amiben kapaszkodhat. De az örömhír, tudjátok, pont az, hogy Isten épp azért adja ezeket a kudarcokat, hogy hozzánk közel jöhessen, hozzánk a szívünkhöz kérhessen, hogy bekéreckedhessen az életünkbe, hogy igényével taníthasson minket, és a szívünkre beszéljen. Ma is pontosan ezt teszi. Most is pontosan ez történik. A megvilágosodás nappala. Ez a harmadik napszak, a harmadik lélektani szakasz, amely a történetben szépen meglátszik. Hiszen a tanítás után, amikor Péter már nyilván azt reméli, hogy végre vége, és befejezheti a munkáját, aztán pedig mehet haza az üdvéhez, Jézus egyszer csak kiad egy teljesen fáradtan parancsot. Evezd a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. Mi minden derül ki ebből, és az ezután bekövetkező eseményekből? Mire derül fél Péter számára? Miért mondom, hogy ez a megvilágosodás nappal? Nos, először is arra derül fél, hogy Jézus nem csupán egy tanító, egy rabbi, hanem egy hatalommal parancsoló úr. Itt már nem megkéri Pétert, nem tanácsot ad neki, nem egy lehetőséget villant fel előtte, hanem ahogyan a múlt vasárnap is hallottuk, parancsol. Olyan tekintélyen erővel szól, hogy annak Simon nem tud ellenállni. Pedig megpróbálta. Eddig Jézus arról beszélt, amiben ő az illetékes. Simon nyilván nem gondolta, hogy ő jobban tudná tanítani az Isten országát, mint a mester. De a halászat, a mindennapi életnek ez a területe, az más kérdés. Hinni a templomban kell, ugye, vasárnap 10-től 11-ig, vagy oda-haza a képernyők előtt. De a hétköznapok, már megbocsáss, mester, ahogy mégiscsak jobban értek én. Itt mégiscsak a Simonok a szaktekintélye, mester egész éjszaka fáradoztunk, ugye, mégsem fogtunk semmit. Más szóval Jézus ebben a kérdésben nem jól beszélsz, ha éjjel nem volt fogás, hogyan lehetne nappal? Evezz a mélyre, na már csak ez hiányzott. Látszik, hogy Jézus nem ért a halászathoz. Hogyan is érthetne, amikor ő ács, asztalos, esetleg tanító, rabbi, de semmiképpen nem szakember. Minden valamire való halász tudja, hogy abban nem lehet halászni. Már megbocsáss Jézus, ez mégiscsak én értek jól. Testvérek, nyilván sok mindent elmondhatott volna még Péter abban a pillanatban. Fáradt vagyok. Elkezdjük újra. Értelmetlen ilyenkor próbálkozni. Mit szólnak a többiek? Ha látják, hogy milyen bolond dologba kezdek, ne tényekem nevetségessé mások előtt. És mégis jön talán egy pillanatnyi csend, és aztán talán kifakad egy nagy sóhaj, de a te szabadra mégis kivetem a hálókat. Furcsa, amit kérsz Jézus, de mivel te kéred, megveszem. És megteszi azt, testvérek, ami szembe megy a tapasztalataival, ami szembe megy a tudásával, az értelmével, ami szembe megy önmagával, mert Péternek itt önmagára kell nemet mondania, és egészen új irányt vesz innentől kezdve az élete. Simonnak itt önmagával szemben kellett döntést hoznia. Jézus azt mondja, hogy aki nem tagadja meg magát, az nem követhet engem. El kell döntenie, hogy Jézus szavának hiszen jobban, vagy magának. Nincs harmadik lehetőség. Nos, ezért kellett önmagával elbizonytalanodnia.
Ezért kellett Isten igényét Jézus szájából hallani. Péternek döntést kell hoznia, hogy mit csinál. A másik, ami megvilágosodik Péter számára ezután, hogy kicsoda valójában Jézus. Hiszen amint kivettük a hálókat, azonnal annyi halat kerítenek be, hogy szakadozni kezdenek a hálók. Értitek, testvérek? Nem valamikor később, fél óra múlva, két óra múlva, hanem rögtön. És nem valamennyit, hanem rengeteget. Mint a kánai mennyegző. Amint merítenek az edényekből, azonnal borrá válik a víz elképesztő mennyiségben és fantasztikus minőségben. Vagy mint az 5000 ember megvendégelésekor, amikor 12 telikosár maradékot szednek össze. Ki képes erre? Ki képes ekkora csodára? Ki tud parancsolni a halaknak a tóban? Ki ül velem együtt a csónakban? És egyszerre, mintha a hályogók esnének le a szeméről, minden világos lesz számára. Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram. Így borul le Simon Jézus lába elé. Testvérek, egy vallásos zsidó nem borult le soha ember előtt, mert az imádata az csak Istennek járt. Péter viszont ott a csónakban leborul Jézus lába elé. Mint ahogy egy zsidó ember nem nevezett más úrnak, görögül Kyriosznak, csak az Urat, Jahvét egyedül. Pár perce még mesternek, tanítónak hívta csupán, most már Istennek, Úrnak látja őt. Ez a megvilágosodás nappal. Mert ekkor már az is dereng számára, hogy nem véletlenül nem fogtak egy árva halat sem éjszaka, hogy nem véletlenül jött pont az ő csónakjához Jézus, és hogy nem véletlenül lettek tele a háló. Ez mind Isten műve volt, aki most ott ül emberi alakban az ő csónakjában. Szerinted véletlen mindaz a hiány, fájdalom, csalódás, ami a kudarcok éjszakájaként összegezhető az életedben? Véletlenül pont ma itt ülsz, vagy hogy otthon pont ezt az igehirdetést hallgatod? Véletlenül Jézus ma épp arra hív téged is, hogy evezz a mélyen? Hagyd ott, engedd el, amiben bízol, amiben kapaszkodsz helyettem, és bízz a szavamban, mert az kőszikla, arra lehet építeni. Nem lehet, hogy emberi alakban, emberi szavakon keresztül ugyanaz a Jézus szól ma hozzá, aki Péterhez is szólt. A harmadik, ami megvilágosodik Péternek, az az, hogy kicsoda ő valójában. Amikor felismeri és elismeri Jézust annak, aki ő valójában, akkor tudja kimondani ezt, hogy kinek ismerte fel önmagát. Uram, hogy bűnös ember vagyok. Ez a diagnózis. Ha kicsit korábban mond valamit magáról, akkor talán ezt mondta volna, hogy én tapasztalt ember vagyok, Uram. Én tudom, hogy mit, hogyan kell csinálni. Vagy ha még több keserűség volt benne az éjszakai kudarcok miatt, akkor azt mondhatta volna, én csalódott ember vagyok. Itt azonban már csak ezt felelnem a valóságnak, én bűnös ember vagyok, Uram. A Jézusban megjelenő isteni tisztaság, szentség mellett a maga szentségtelenségét és tisztátalanságát látja meg. És érzi, hogy ez a kettő nem férhetnek egy hajóban. Az az isteni gazdagság, ami megnyilvánult abban az elképesztő gazdag zsákmányban is, az a maga szegénységét juttatja eszébe. És az, hogy elismerte Jézus Úrnak maga felett, az a maga elesettségét teszi nyilvánvalóan számára. Így térdel ott Jézus előtt, és aki ő előtte letérdel, azt már fel lehet emelni. Aki magát megalázza, azt az Isten felmagasztalja. Aki vele szemben büszkélkedik, és elmondja, hogy mit tud ő jobban, mint ő, azon nem lehet segíteni. Aki már felismerte és elismerte őt, és felismerte a saját elesett állapotát, azon lehet segíteni. Pedig nézzétek meg, senki nem beszél itt Péter bűneiről. Csak hogy Jézus tisztaságának a vakító fényében jön napvilágra Péter bűnös volt. Mert aki igazán Jézus közelébe kerül, az jut el ma is igazi önismeretre és helyes Isten ismeretre. Az történik vele az ilyen emberrel, amiről Adi Igval ismert versében, mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Nem harsonával, hanem jött néma igaz öleléssel. Nem jött szép tízes nappalon, de háborús éjjel. És megvakultak hiú szemei, meghalt ifjúságon, de őt a fényes, nagyszerű,
mindörökre látom. Péter így látta meg Jézust, így látta meg önmagát, vélehelyesen. Vajon mi eljutottunk-e már erre? Kinek láttuk Jézust és magunkat? Aki még mindig büszke a maga vallásos érdemeire, aki még Isten előtt is az életben elért eredményeivel dicsekszik, azokat sorolja, akinek még soha nem tört össze az önmagáról alkotott képe, azon nem lehet segíteni. De aki akár itt és most hajlandó magát megalázni Jézus előtt, annak ő olyan küldetést ad, amiről nem is álmodott korábban. Azt nem, hogy nem hagyja el, menj el tőlem, Uram, mert bűnös ember vagyok, de hogy menj el Jézus, éppen az ilyenekért jött, hanem azt a követésére hívja és belemarad egész földi életében is azon túl. Annak nem az lesz mostantól kezdve életének a perspektívája, a távlata, hogy csendesen elhalázgat, még meg nem hal, hanem az, hogy emberhalász lesz, aki keresztül a Szentlélek ezreket hív majd új életre, és akiről templomokat és katedrálisokat neveznek majd el. Testvérek, ez ezen múlott, hogy te a te szabadra mégis kivettem a hálókat, hogy jobban bízom benned, mint önmagamban. Ha ezt nem teszi meg, akkor minden másképp alakul. Persze mit sem sejt még erről Péter ekkor. Nem sejti még, hogy pünköstkor ő kiáll majd és több ezer ember előtt Jézus haláláról és feltámadásáról prédikál. És nem sejti, hogy a Szentlélek által olyan áldás lesz ezen, hogy 3000 megtérnek rögtön. De a halak a zsákmány már nem érdekli, ott hagynak mindent és követik őt. Mert mindennek, a kudarcoknak, az elbizonytalanodásnak, a prédikációnak, az értelmetlennek tűnő parancsnak és a csodás áldásnak is az volt az egyetlen egy célja, hogy Péter Jézust és önmagát is helyesen látva elinduljon az emberhalászat felé vezető úton. Hogy Jézus elkötelezett tanítványa legyen. Mert ez a pillanat egyszer mindenkinek eljön az életébe. El lehet halászgatni sokáig, de egyszer Jézus odáll és azt mondja, válasz. Velem jössz tovább, vagy nélkülem maradsz itt, az életed kis partján továbbra is. Ami nem azt jelenti most számunkra, testvérek, hogy mindenkinek ott kell hagynia a munkáját, a pályáját, a tanulását és lelkészet, a misszionáriusnak kell mennie, hanem azt, hogy az életünk végre igazi célt, igazi értelmet, igazi távlatot nyerjen, akármilyen helyen és területen is dolgozunk és vagyunk. Mi ez a cél? Jézusnak szolgálni, hozzá hívni másokat, emberhalásszá lenni. Ott a tóparton Péternek mondta, ma neked, nekem, nekünk mondja, ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Ne félj a sikertelenségtől, ne félj a kétségeidtől, ne félj, amikor az életed hajójába belépek, ne félj a tanításomról, ne félj engedelmeskedni, ne félj követni engem. Kérjük hát együtt válaszul erre a minket most megszólító Jézusi szóra majd. Uram, hozzám légy kegyelmes, tedd tiéddé szívemet, hadd lehessek engedelmes, néked élő gyermeked. Így legyen. Amen. Válaszoljunk, kedves testvérek, Isten igéjére a korábban megkezdett 299. dicséretünk 5. versét énekelve. Uram, hozzám légy kegyelmes.
Szeretném most áldani és dicsőíteni téged, Urunk, életünknek mindazokért a negatívumaiért, hiányaiért, fájdalmaiért, csalódásaiért, amelyeket annyira nehezen viselünk el, és amelyek annyi keserűséget szülnek bennünk, de amelyek éppen ezért mégis hozzávihetnek közelebb bennünket. Köszönjük, hogy akkor is, hogyha ott és akkor nehéz ezt elmondani, és még nehezebb őszintén neked megvallani, mégis igaz, Urunk, hogy te sokszor ezeken keresztül készíted elő a mi szívünket arra, hogy jó talaj legyen a te igéd magja számára. Köszönjük, Urunk, hogy sokszor a szenvedéssel, a hiányokkal, a csalódásokkal szántasz mélyre a szívünkben, mert az egyébként olyan kemény lenne, mint az útfél. De köszönjük, hogyha éppen ezért ma meghallhattok a te örömhíredet és evangéliumodat. Köszönjük, hogy szereteteddel, jóságoddal, minket ismerő lényeddel jöttél ma is közel hozzánk. Köszönjük azt neked, hogy azért engedted meg életünkben ezeket a fájdalmakat, hiányokat, hogy átélhessük a magunk tehetetlenségét, hogy elbizonytalanodhassunk önmagunkban, és rád merjük bízni az életünket. Bocsáss meg, hogyha ez még nem történt meg nálunk, ha még mindig reménykedünk helyetted vagy melletted valami másban, magunkban, a körülményeinkben, a szerencsében. Köszönjük, hogy te arra hívtál, hogy egyedül benned bízzunk, mert te vagy a mi Urunk, aki teremtettél, aki megváltottál, és aki ma is nagyon szeretsz minket. Kérünk, segíts elengednünk az emberi kapaszkodókat, és segíts ráthagyni magunkat egészen. Köszönjük, hogy te nem csapsz be. Köszönjük, hogy úgy hívsz bennünket a magad követésére, hogy elmondod, hogy az mivel jár. Köszönjük, Urunk, hogy az emberhalászat közben is, bár megtapasztalhatjuk sokszor a kudarcokat, a tehetetlenséget, elbizonytalanodhatunk a lelki munkában is, de egyet biztosan tudhatunk, hogy aki téged követ és aki neked szolgál, az nem jár a sötétségben, mert övére ez az élet világosság, és hogy ezt megbecsüli az Atya. Úrunk, szeretnénk ebben a világosságban járni. Kérünk, könyörülj meg rajtunk, hogy a te fényed, igéd világossággal ragyogjon rá most a szívünkbe, és hadd adjuk meg magunkat neked, és hadd adjuk át az életünket neked. Így kérünk téged, hogy ha tudjuk kimondani azt a szót, hogy mégis, hogy a te szabadra mégis megtesszük azt, amit kérsz tőlünk. Köszönjük, hogy szóltál ma hozzánk, és köszönjük, hogyha te igény nem tér hozzá vissza üresen, hanem elvégzi most bennünk a maga munkáját. Így kérünk, hogy a te igény lehessen vigasztaló erő, a betegeknek legyen támasz azoknak, akik egyedül vannak. Így kérünk, Urunk, hogy a te igéd legyen útmutatás a tanácstalanoknak. Így kérünk, Urunk, hogy a te igéd, a te személyed lehessen világosság azoknak, akik sötétségben vagy félhomályban botorkálnak. Így kérünk, hogy légy a mi gyülekezetünkkel, betegeinkkel, légy a mi egyházunkkal és népünkkel. Kérünk, Urunk, hogy minél többen hagyjussunk el erre a veled való találkozásra, a melletted való töltésre, hogy hadd áradjon be a te fényed a mi életünkbe, hogy téged Istennek lássunk, magunkat pedig a te kegyelmedre szoruló bűnösnek, akik ugyanakkor megkapták már a te bocsánatodat és örök életüket. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot is. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Az adakozás lehetőségét az ige szavaival hirdetem, Urunk, tőled van mindenünk, csak amiket a te kezedből vettünk, azokat adjuk most neked. Hallgassuk meg testvérek, gyülekezetünk további hirdetését.
vasárnapokon azokat a gyülekezeti családokat segítjük, akik a pandémia járványhelyzet miatt nehéz helyzetbe jutottak anyagilag. Kérjük, hogy akik átutalással szeretnék ezt megtenni, vagy akár egyház fenntartó járulékokat, vagy perselyvézőket befizetni, azok írják oda a közleménybe minden esetben a célt diakónia, perselypénz vagy egyház fenntartó járulék. Azokat a testvéreket, akik csak online tudnak részt venni Isten tiszteleteikkel, arra kérjük, hogy adományaikat így juttassák el a gyülekezet számára, a gyülekezet bankszámlaszáma megtalálható a honlapunkon is. Akinek az online átutalás és nehézséget okoz, azt kérjük, hogy otthon tegye félre, amit Isten szent lelke arra indult benne, hogy a gyülekezetnek szánja, és a legközelebbi Isten tiszteleti részvétele során juttassa el ezt hozzánk. Minden adományt előre is hálásan köszönöm. Gyülekezetünk Facebook oldalán továbbra is megtekinthetőek élőben is az online Isten tiszteletek, a korábbi Isten tiszteletek pedig elolvashatók és visszanézhetők a honlapunkról. Akiknek erre sincs lehetősége, azokat bátorítjuk, hogy a rádiós és televíziós Isten tiszteleteket kövessék, mai Isten tiszteletünket is délután 4 órakor a Hegyvidék Televízió fogja majd közvetíteni. Tehát a járványügyi előírások szigorú megtartásával továbbra is lehet jönni vasárnaponként Isten tiszteletre, a templomunk nyitva van, de természetesen online is közvetítjük az alkalmainkat. A hétközi alkalmainkat is online tartjuk, ami azt jelenti, hogy a reál következő héten szerdán is 7 órakor lesz online felnőtt konfirmációi előkészítőnk, csütörtökön este 6 órakor online gyülekezeti bibliórán, pénteken délután pedig 4 órakor online ifjúsági órát tartunk. Ezeknek az alkalmaknak a Zoom linkjei a csoportokban mindig előre kiküldjük. Aki szeretne csatlakozni valamelyik online csoporthoz, az e-mailben vagy személyesen kérhet tőlük hozzáférést ehhez. Örömmel adjuk hírül, hogy épülő óvodáknak létrejött már a saját Facebook oldala és elkészült a saját honlapja is, a ref.hu, illetve hogy ez elérhető gyülekezeti honlapon keresztül is. Ehhez tartozik, hogy ugyanitt megtalálható és letölthető már az óvodai jelentkezési lap, amely nyomtatott formában a kijárati asztalon is megtalálhatott érdeklődő. Kérjük a testvéreket, hogy adják tovább ezt a jó hírt minél több olyan óvodás, hogy gyermeket nevelő családnak, onnan várható érdeklődés az óvoda iránt. Ahogy hirdettük, előre jelezzük, hogy gyülekezetünk nyári táborára idén július 19. és 23. között kerül sor Monoszton, az egykori református erdélyi iskolából kialakított üdvőben. Kérjük a testvéreket, hogy jegyezzék elő maguknak az időpontot. Gyülekezetünk alapítvány, az Isteni Alapítvány hálásra köszönni a testvéreknek a tavalyi 1%-os felajánlásokat, és tisztelettel kéri az adózókat, hogy ezt idén is tegyék meg. Az alapítvány adószáma megtalálható a kézbe adott hirdetőlapon és a gyülekezet honlapján is. Adók másik 1%-át pedig felajánlhatjuk a Magyarországi Református Egyház javára, amelynek a technikai száma 0066-os. Végül felhívom a figyelmet a mai igehirdetés kinyomtatott példányaira, az irat tegyeztés szolgálatára és a Reformátusok lapjára is. A Reformátusok lapjának korábbi számai ingyenesen elvihetők a kiállattól. Az Úr legyen a gyülekezet őriző pásztora továbbra is. Isten tiszteletünk végén pedig az áldás kérés előtt a 397. dicséretünknek énekeljük az első 3 versét, a 397. dicséretünk első verse így kezdődik: Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed.
Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Áldás, békesség, Isten legyen veled.